Rák, szeptember, második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Hát lesznek itt is jelentős események, például holdfogyatkozás. Szeptember 18-án. És ez a holdfogyatkozás nem a kosban lesz, és nem is a mérlegben, most már a halakban. Tehát itt kvázi elkezdődik a halak-szűz páros. Hogy mennyire jó ez a ráknak? Nagyon jó. A halak vízenergia. A rák is vízenergia. Tehát jó dolgokra számíthatnak a rákok? Igen. A 9-es ház lesz érintett, ez viszont a külföld, a jövő, a felsőfokú oktatás, a jogi ügyek, a bírósági ügyek, a hit, a vallás, de a holdfogyatkozásról lesz külön videó. Napfogyatkozás szeptember 22-én, hát az év férfias szakasza átvonul a nőies szakaszba. Mert a férfias szakasz mikor kezdődik? Hát amikor a napocska belép a kosba, a kos mars, tűz, tehát férfi energia. Most viszont szeptember 22-én a nap belép a mérlegbe. A mérleg Vénusz, nőiesség, női energia. Na de nézzük, pozitívum, mi van itt? Nagyon jó, hogy a pozitívumra jött ki ez a kártya, tehát ötös, és érmék önmagában. Hát nem kellemes kártya, nem pozitív kártya, anyagi nehézséget mutat, váratlan anyagi kiadást, vagy betegséget, de pozitívumot nézzünk. Tehát valakinek akár végleg véget ér egy ilyen nehéz időszak. A kártya pakli alján karmikus kártya, ez az igazság szolgáltatás. Végre valahára megszületik az igazság. Egyébként a jogi ügyek, bírósági ügyek is ide tartoznak, és ugye a 9-es ház is érinti, ugye, ezt a szférát. Nos, hát a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás között benne leszünk abban a bizonyos karmikus folyosóban. Ez szeptember 18 és október 2-a között. Karmikus időszak, karmikus változások és karmikus kártya. Alatta, az igazság alatt még egy ötös, és ez botok, ez küzdés. Ki lesz a győztes? A rák? Végre valahára megszületik az igazság, végre valahára a rák győztes lesz. De ez itt komoly győzelem. Ez nagyon komoly. Megyünk tovább. 9-es a remete. A remete, 9-es és a 9-es ház érintett. A remete valamit megtud. Valamire rájön. Megtalálja azt a bizonyos információt. Tehát ő kutakodik, és amit akar, azt egyszerűen megtudja a remete, megtudja azokat a bizonyos dolgokat. Holdfogyatkozás, hold, a hold is valamit kivilágít nekünk, és a remete kezében ott van az a bizonyos lámpás. Tehát ez az a lámpás, ez itt, ugye? Gyönyörű. A lámpás a kezében itt van. Tehát valamit kivilágít nekünk ez a lámpás. Valamire fény derül. Na, mit akar még mondani nekünk pluszba ez a remete? Királynő. És ez maga a rák. Tehát királynők és királyok leszünk. Plusz információ valakinek, ez a királynő, hát mutat gyermekáldást is, és a remete is. Kvázi fény derül a terhességre. Kiderül a terhesség, tehát ez egy plusz információ valakinek.
Megyünk tovább. Lehet a rák egy picikét el fog akarni vonulni. Egy picikét egyedül fog akarni maradni, hogy helyre tegye például a gondolatokat. A remete szeret picikét magába fordulni, megismerni jobban önmagát. A remete maga a bölcsesség. Lehet, hogy kell is ez a picike elvonulás ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy hogyan is lehet megoldani egy problémát. Karmikus időszakban leszünk, tehát szeptember 18 és október 2-a között én azt mondom, hogy ebben az időszakban nem érdemes elkapkodni a dolgokat, érdemes egy picit olyannak lenni, mint ez a remete, valami ugrott, kiesett. Érdemes olyannak lenni egy picit, mint ez a remete. Picit elvonulni, gondolkodni, időt kérni, mert kvázi amire igent mondunk ebben a karmikus folyosóban, hát megpecsételjük a sorsunkat ezzel a döntéssel, ezzel a aláírással. Hát ha nagyon-nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban, nem 100%-ra, 1000%-ra, hogy igen, én ezt akarom, én alá akarom írni ezt a szerződést, én férhez akarok menni, akkor legyen. Nehogy megbánjuk. Nagyon nehéz lesz megszabadulni attól a köteléktől. Vagy talán lehetetlen. És inkább lehetetlen. Na, mi van itt? Mi ez, ami kiugrott? Apród. Jön az információ, kardok, levegő energia, jön az információ, új információ. Új információt kapunk, megtudhatunk. Nem hiába, tehát már a remete is ezt nekünk azért megmutatta. Kártyapakli alja, szerencsekerék. Ez egy szerencsés fordulat, szerencsés lehetőség. Nagyon jó. Tetszik nekem. Négyes. Víz energia, a ti energiátok, a kártya pakli alján levegő energia. 9-es, szúrós kártya. Ez a 4-es önmagában mutat valamilyen csalódást, kis szomorúságot, kis depressziót, de pozitívumot nézünk. Ez a 9-es, ez kemény kártya. Az álmatlan éjszakák kártyája, egy nehéz időszak, egy szúrós időszak, nagy csalódás, nagy fájdalmat okozhat nekünk valaki. De pozitívumot nézünk, úgyhogy véget ér ez a nehéz, szúrós időszak, és lehet tényleg valamit megtudunk például, mert itt alatta a hold is maga a titok, mint a remete, és 18-as kártya, és szeptember 18-án holdfogyatkozás. Vagy végre valahára véget ér ez a nehéz, szóros időszak? Tényleg véget ér? A hold alatt a főpap, tehát a fenti erők megadták a fenti áldást, hogy végre valahára véget érjen ez a fájdalom, ez a nehézség, és ez bármi lehet. Jogi ügyek, bírósági ügyek lehetnek, toxikus párkapcsolat lehet ez. Tehát kvázi, ami nem hagy minket békén. És a főpap maga a bölcsesség, és a remete is maga a bölcsesség. Bölcs tanácsot kaphatunk, bölcs emberek segíthetnek nekünk. Találhatunk egy új mentort. Tehát a rák akár bölcsebb is lehet. Ezek itt nagyon erős kártyák. És egyébként a szerencsekerék, az sors fordulat, végre valahára fordul a kocka. Megtörténik a sors fordulat. Tehát véget ér a nehézség. A szúrós a dolog. Ráadásul a főpap alatt még egy karmikus kártya, a halál. Valami véget ér, és valami új elkezdődik. Véget ér a nehézség. A nehéz, a nagyon nehéz időszak.
például, ó, micsoda kártyák, és alatta viszont a 14-es a mértékletesség. Hát ez az a kártya, amikor tényleg hátra lehet dőlni, meg lehet nyugodni, minden rendben lesz. Ó, nagyon érdekes dolgok. Nem hiába holdfogyatkozás, a hold is nagyon védi a rákokat, védelmezi. Mm-hmm. Amicsoda kártyák. Például én a saját szituációmat látom, hát elmondom, hát ha valakinek segít, amit én látok. Például én is itt ilyen szúrós, fájdalmas helyzetben vagyok. Hát ez a szakdolgozatom. Nagyon sokat szenvedek vele, rengeteget szenvedek vele. Ez a kártya, az álmatlan éjszakák kártya, nagyon sok-sok álmatlan éjszakát töltöttem ezzel a drága szakdolgozattal. Ez a hold is maga az éjszaka, a sötétség, és lehet, hogy végre véget ér, végre valahára sikerül ezt megírnom, és elfogadják. Nos, hát körülbelül. És alatta a nulla, és elkezdődik egy új életszakasz. Véget ér a nehézség, a gyötrelem, és egy új élet. Kvázi én is új. Újjászületek, ha ezt a szakdolgozatot elfogadják. Nos, hát például, hát ha valakinek segített az én történetem. Megyünk tovább. Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? Na nézzük. Négyes, nagyon erős kártya. Ez maga az uralkodó ellenségnek nem jó, nagyon erős ellenség. Nyomasztó, nyomasztó, opá. A Plútó visszatér itt a hetes házba, a hetes ház, a partnerek, a többiek. Tehát kaphatunk egy ilyen nyomasztó partnert, lehet ez szerelmi partner. Tehát bárki más, akivel valamilyen kapcsolatban vagyunk, valamit intézünk. Hát az övé az utolsó szó, ő bizony, hogy annyira erős, hogy erősebb lehet, mint mi. Lehet ez egy főnök, akivel nem tudunk majd megegyezni. Na, megyünk csak tovább. Két kártya jön. Na, nézzük. Az egyik a királynő. Királynő, bika, szűz vagy bak lehet ez a királynő. Tehát itt vannak a személyek. És itt van ez az ötös. Ötös. Kelyhek. Hát a csalódás. Ez lehet akár szerelmi csalódás, meg kelyhek, érzelem, szerelem, az is ide tartozik. Csalódás. Lehet, hogy várjuk a támogatást, hogy ezek a személyek támogatni fognak minket, de közben nem támogatnak. És hogy hát az emberek, igen, szoktak csalódni másokban, tudjuk, főleg a vérrokonok ide tartoznak ehhez az ötöshöz. A vérrokonok, a rokonok nagyon-nagyon-nagyon gyakran a legnagyobb ellenségek. Na, megyünk tovább. Az erő. Nem lesz erőnk. Itt küzdeni. Tehát ezek a személyek itt erősebbek. Ez nem jelenti azt, hogy később nem sikerül. Na, nézzük, mi van itt. A lovag, érmék, pénz. Megint pénz, megjelent a pénz. Itt a királynő, és tehát vigyázzunk a pénzünkre, vigyázzunk az értékeinkre, és inkább érdemes olyannak lenni, mint ez a lovag. Ő lassan halad, de biztosan. Lépésről lépésre halad, terv szerint halad. Ha elkapkodjuk itt a dolgokat, nehogy megbánjuk például. Karmikus időszak, valamit aláírunk, valamibe beleugrunk, nehogy megbánjuk. Nem fogjuk tudni megszakítani azt a köteléket. Kvázi odaláncoljuk magunkat. Hetes diadalszekér, megint haladás, nagy haladás, nagy kapkodás lehet itt. Nagy kapkodás. Úgyhogy figyelmeztetésnek ez nagyon jó. Na, megyünk tovább. Ha itt nem tudunk célba érni, az nem jelenti azt, hogy később az nem sikerül nekünk, mert a diadal. Akadályozhatnak itt minket.
Mikor leginkább játszódnak le ezek a kártyák negatív szempontból? Diadalszekér. Hát akkor, ha az irányítást átadjuk valakinek a kezében, amikor nem mi irányítunk, ezt a gyeplőt, ezt nekünk kellene fogni. Nekünk. Ha átadjuk ezt az irányítást például ennek az uralkodónak, hát akkor annyi. Akkor úgy fogunk táncolni, ahogy ő fütyül. Megyünk tovább. A kis boszorkányok még mit mondanak? A mindennapi boszorkányok mit mondanak? Mit mondhatnak nekünk? Belekukkantunk. Legyen egy pozitívum, egy negatívum, pozitívum. Királynő, erős tűzkirálynő. No, hát ez az a tűzkirálynő, és ez az a pozitív tűzenergia visz minket a célhoz. Egész évben szükség van rá. De mindenkinek, mert az északi karmikus csomó a kosban van. Az északi karmikus csomó a jövő. Tehát ahhoz, hogy elérjük a célt, ilyennek kell lenni, mint ez a királynő. Céltudatosnak. Tehát van itt drive, van itt akarat erő, hogy én már pedig ezt megcsinálom. Elérem. És hármas kardok, hát az összetört szív, a csalódás, a hátba támadás, hátba szúrás, kardok kommunikáció, hármas például nem fogunk tudni valakikkel megegyezni, kompromisszumra jutni. Ez is itt van. Nem hiába itt vannak ezek a személyek. Hát a lovag is van, királynő is van, és uralkodó is van. Ez már három személy. Megyünk tovább. Nos, és itt mi van? Hármas. Ugyanaz a hármas. Ugyanaz a hármas. Itt van a negatívumon. Hármas kardok. Kardok. Lehet, hogy tényleg nem tudunk majd valakikkel megegyezni. Itt lehet látni három okos, nagyon okos madárkát. Mindegyik okos, bölcs. De van bölcsességünk a pozitívumon? Van. Kettő darab kártya is. Itt a remete, maga a bölcsesség. És a főpap is, hol a főpap? Itt van a bölcsesség. Hát itt vannak a bölcsességek velünk. Bölcsnek kell lenni, bölcsen cselekedni, bölcs döntést hozni. Többet ésszel, mint erővel lehet bizonyos helyzetekben? Hát a karmikus időszakban igen, ott érdemes bölcsnek lenni. Mert tényleg az egy olyan időszak, hát, ha valamit például aláírunk, mert ugye kardok írás, akkor akár 9 évre oda tudjuk magunkat láncolni. 9 év a fél ciklus, 18-19 évre is akár az egy teljes ciklus. Legyünk bölcsek, mint ezek a madarak. De ha negatívumot nézzünk, akkor hármas. Lehet egy bizonyos dologban hárman leszünk, és mindenkinek más lesz a véleménye. Mindenki másképpen fogja látni az igazságot. Tehát ez is lehet itt. Milyen érdekes kirakás. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!